Azt a rohadt, mi a szar, ilyen fölvizész töltődött creeper itt van házunknál. Ó, azt mi a szar ez? Még kell halálra ijeszteni. Na hello srácok, ez itt a Minecraft sorozat 23. része. Máté, jó, innen hiányzik a lompe. Lompe. Gyorsan, rakd vissza. Rakd vissza, hogy mind végünk van. Gyorsan, 10 másodperc a hátra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, még egy gyorsan. 1. Lejjebb, hogy megúsztok! Na srácok, a mai részben fogunk nyomni egy olyat, hogy miért fogunk nyomni, Krisztián? Mai részben olyat fogunk nyomni, hogy a Mátét jól eltiparom farm készítési és farmolási versenyben. Igen, biztos, hogy benne, hogy el fogsz tiparni, barátom. Igen, igen. Na, még nem teljesen hát tiszta, én hogy fogjuk, de azért valamennyire tiszta. Mivel ez a farm az se nem a legjobb helyen van, se nem a legszebb, ezért úgy döntöttünk Krisztiánnal, hogy újra kellene csinálni, de mivel nem értünk egyet abban, hogy ki csinálná szebben és jobban, hát egyértelmű, hogy ki csinálná szebben és jobban, csak nem értünk vele egyet, mert kedves Krisztián nem gondolja úgy, mint én, igaz? Igen. Én azon gondolkoztam egyébként, Máté, hogy szerint nem kéne valahol a birtokon kívülre csinálni a far. Birtokon kívülre? Hát a birtok akkor mire való? Hát mert hogy nagyon nagy helyet foglal a farm. Hát de az arra van ott a birtok alsó részlete. Igen, arra hát nem? Van. Hát nem arra van? Nem tudom, hogy arra van-e. Nézzetek csak, csettintek egyet és eltűnik a farm. 3, 2, 1. Wow! Micsoda masteri varázsló vagyok. Mi? Wow, hogy csináltad? Hát csettintettem egyet, aztán igen. Lementünk, szétszedtük az egészet, újraépítettük, és csettintettem. Följöttünk ide, csettintettem még egyszer, és utána vágtam. Komolyan! Ez történik. Szóval akkor most ott van az üres farmhely. Akkor most az a lényeg, hogy ki kell szedni két ugyanakkor a területet, és az egyik farmot te csinálod, és a másikot én, és megnézzük, hogy ki a jobb. Ja. De miért nem megyünk, azelőtt rakjuk le a cuccainkat, hogy senki ne legyen semmi. Csak szerszám lehet nálad, meg fegyver, meg ilyenek. És akkor ja. Akkor len kell összeszedni cuccokat, ilyeneket. Jó van. Meg egy vödör is lehet nálad. Igen, egy vödör is? Hát nyilván. Jó, akkor aztán kihasználom. Nekem kell a vödör. Ja, lehet nálad. Mi van? Mit találtál? Ne sunnyogjál, kis baráta. Kell szereznem nyilvesszőt. Gyorsan, még nekem, azt is kell. De tudod mit? Adjok neked annyi előnyt. Lementél már? Ki tudja? Hol vagy? Hol vagy? Ki tudja, hol vagy? Rajta kappa! Ozenned! Uram! De mi van benne? Miért olyan tilos az? Kérem az előírás betartani. De miért olyan tilos az, hogy megnézzem? Miért ne nézhetnéd meg akár? Azért nem nézheted meg, mert nem az a forgatókönyv. Úgyse nézheted meg, mert nem ja. Nincs benne a forgatókönyvbe, nem írtuk bele. Francba, nem én, de akkor menjünk tovább. Jaj, de buta vagyok, nem csináltam. Csináltam, ezt nem hiszem el. Na, gyorsan. Ezt most nem mondod, hogy kreatív módban vagyok. Kreatív módban vagy. Ha, de béna vagy. Na, ennyi volt, látjátok? Na, most már nem vagyok kreatív módban, na, mehetünk. Gyorsan adok egy kis csirkemirkét. Csirkemirke? Miért össz te csirkemirkét? Mi? Azért, mert csirkemirkeölő vagyok. Ha-ha, na, gyorsan. Leestem az enchant szobához. Utás, addig te oszd fel a izéket.
partíciókat osztál. Jó, addig felosztom az artíciókat, barátom. Partíció, te buta, ilyen szavakat nem tudsz. Hát én azt hittem, hogy neked van egy kis agyad. Nem tudom, milyen szó, hogy artíció. Hogy ne tudnám, hogy milyen szó az, hogy artíció. Sentinel Tamás, jó napot! Hogy vagy? Kérsz egy kis krumplit? Sentinel. Tessék, krumpli meg. Sentinel Tamás, vagy ahogy angolul mondják, Tom Sentinel. Lesz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, és még egy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, jó. Mindenkinek 10-szer 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 10, és díszelemekkel is kidíszítsük a farmunkat, vagy az nem olyan nagyon számítós? Számítson, hogy néz ki a farm, vagy csak a természeti mennyiség? Ja, meg... Hát igazából szerintem majd a srácok megint eldöntik, hogy mi legyen érte. Igen. Nem? Most ne az igazság döntsön, hanem a srácok. Hát a srácok az igazság. Mert ahol a srácok, ott az igazság. Jó. Hey! Mi van? Hol vagy te? Lenn vagyok a csirkéknél, szedtem tollat, hogy legyen nyilvesszőm, te okos tunc. És ha megtámad valami, és nincs nyilvesszőm, akkor te fogod-e vállalni a felelősséget? Mi? Háj, te barátom, ne olyan meglovagoltatom az ét, vagy mi a szar? Egyből csöndben van, nem hiszem el. Megjártatom a Jonathant egy kicsikét. Úgyan rég lovagoltunk már együtt, nem Jonathan? De én nekik is már egy izé. Egy istálló. A Jimmy Jacknek, vagy Jonathannak? Nem. Meg most már a Herbie is van. Tényleg, hol a Herbie? Hello Herbie! Á, de jó, a főkapu, hogy ki lehet jönni rajta. Jó, vágtass, Jonathan! Úgy, ahogy a szél sem bánja. Vagy mi az? Hol vagy? Na mindjárt. Most bányászok. De mi csinálsz te? Ó, vagy te? Elfelejtettem nyilvesszőt szeretni, na, most békez, én engem mágyből keresztül. És minek kell neked nyilvessző a farmoláshoz? Valami titkos taktikát alkalmazol ellenem? Pontosan, de ezt te nem tudhatod úgyse, úgyhogy tök mindegy. Akkor miért mondod el? Azt tudhatod, hogy titkos taktikát alkalmazok ellened, de azt nem tudhatod, hogy mi a titkos taktika. Aha, értem én a... A hátsó szándékot. Amúgy meg nem titkos taktika, hát farmolunk, és ezért ölök majd csontvázokat, hogy tudjak csontpot csinálni. Ez annyira nagyon nagy dolog. Igen, hatalmas. Na, Krisztián, ha megengeded kedves személyemnek. Nyugodtan. Megengeded kedves személyemnek, én el is kezdek előkészülni eme gyönyörű versenyre. Ha jól emlékszem, akkor 10-szer 10. Ja, de amúgy itt is kéne egy út, úgyhogy elrontottam, mert ide is kell egy út, mert ez így nem jó, mert itt pont így van, jó van. És akkor ez így most már csak 9. Szóval megint üthetem fel ezt a szart. Remek. 9, jó? Szóval ezt is egyel arrébb. Ja, belegondolsz, egy kis csirkehúsi. Nem jó a kis csirkehúsi. Még egyszer elnőrzöm biztos neked vér. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meg is jött 10 drukkavak, mindig hiányzó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jó. Szóval 10-szer valamennyi a farm helyünk. 1 percünk lesz magot szerezni, jó? 1 perc? Hát... Az borzasztóan kevés. És répa. Na, 1 percünk lesz magot szerezni, és hogyha 64 magot összeszedtünk, utána felé elérhetővé válik a répa és a krumpli. Jó? De akkor úgy legyen, elmondjam, hogy legyen. Na? Úgy, hogy 64 magot beválhatsz egy répára, meg egy krumplira. Tudod? Hát, ez hogy? Nincs annyi idő. 64 magot beválhatsz egy krumplira, meg egy répára. Na. Yeah. Jó, akkor én felveszem a farm ruhámat, jó? Ja, én is felveszem a farm ruhámat, most eszembe. Hé, hey, te nem vetted fel a farm ruhámat. Én hamarabb veszem fel a farm ruhámat, mint te! De te nem vetted fel a farm ruhádat! Nehogy nem felvettem, így csak ereked. Hol a farm ruhám? Ez megőrült, ez a farm ruha, hogy eltűnik. Fel is vettem a farm ruhámat.
Meg szeretnétek nézni a farmulám? Wow! Egy kis magacska, meg egy kis tollacska, meg egy kis izécske. De jól néz ki, ahogy ott lebeg. Hello, óvatosan azokkal a lopásokkal, hello. Nem lopás, mert ott volt otthagyva ottan. És akkor nem lopás, nem volt senki ottan? Nem. Na, meg is le, jó? Kezdhetjük éjszaka? Nem támadnak. Nem. Éjszaka kell kezdeni, barátom. Nem éjszaka kezdjük, akkor nem tudunk csontport szerezni. Uh-huh. Úgyhogy várjál, meg lemegyek gyorsan, jó? Let's go, gyorsan, Máté, let's go. Jó, megyek. Á, kapa, ásó, gyorsan. Ásó kapa, nagy harang, vedünk. Hello, hát akkor elviszem, hogyha te neked nem kell. Na, melyik az ennyi, melyik a tiéd, a fal melletti, vagy a fal melletti melletti? Válasz egyet. Jó, én a fal mellettit választom. Hát én úgy gondoltam, hogy a tiéd a külső. Hát akkor rosszul gondoltad, mert ennyi a belső, haha, na. Igen? Smiles. Megöljelek, mi? Smiles. Jó, Krisztián, a saját farmunkról indulunk mind a ketten, jó? Hé, neked ez a farmruhád? Nekem sokkal keményebb farmruhám van. Ez az! Na várj, kapált a kézbe! Kezdődhet a leszámolás! Hoztál magad a vödröt? Na, Krisztián! 25 percünk van arra, hogy végezzünk a farmunkkal. Hogy minden idők legjobb farmját felépítsük. Pontosan. Hogy minden idők legjobb farmját felépítsem. Te meg a minden idők legbénább farmját. Szabályok. Átlépni másik farmjára tilos. Másik farmjához hozzáérni tilos. Megértettük egymást? Na. Hello, hogy mered? Jó, 10 másodperc múlva kezdődik. Megyünk és nyersanyagot kell gyűjteni az éjszaka kellős közepén, hogy minél nehezebb legyen. Jó, arra kell majd menni a fő kijáraton. Hát ne járom. 2, 1, mehet! Hiá! Ne, itt neszed ki, te béna, a mezőnkkel! Nem, miért? Vissza nő! Nem nő vissza, ne eszed már ki, béna! Jó! Á, ne vestem! Már is előtt retettem szert, ez az! Gyorsan, azaz már meg is van a magom! Gyorsan, jó. Okáló! 2 percig szedhetünk közét, nyersanyagot! Jaj, ne mini zombi! Hogy mered? Hogy lenned? Á, meg fog halni! Á, megtámadott egy pauk! Azt ott harcolni én már oda! Krisztián, már csak másfél perced van, hogy szizét szedjél nyersanyagot, úgyhogy én a helyetbe belehúznék, barátom! Mert én már rengeteg nyersanyagot szedtem, legalább annyit, mint te kétszeresen. Jaj, nem vettem magam az vödröt, ezt nem hiszem el! Hát ott kiderek kérdeztem, van nálad vödör? Hát nem válaszoltál, nem, így úgy gondoltam. Á, ne, most elveszek az előnyöm! Ááá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 
anyád. Jaj, ne nincs nem pajzsom! Nem fogsz ki velem, csücska csontváz! Azaz 20 másodperc! Gyorsan még csontvázat kell ölnöm! Hogy kell vödröt csinálni? Úgy, hogy V-alakba berakod! Ez vasa! Hát ezt nem hiszem el, most nekem... 3, 2, 1! Tök jó ötletet kiötlöttem. Jó, oké. És most elvesztettem az előnyömet, ezt nem hiszem el. Hát Krisztián, előre kell gondolkodni, parányra. A szaros vödör miatt, jó, van, akkor majd odaadom, hogy én a vödrömet, te ne így. Hiába, már megcsináltam, de most már elment az időm. Hú, de megijedtem, hogy meghalok, de hát azért mégsem, hát azért. Csontát folyamatosan lehet ölni. Oké, akkor ezeket viszont én megalom, mert... Mit csinálsz? Ne, mi történt? Becsapott a villám a farmba. Jaj, és nincs rajta ma izém. Két kis zombi, mi a szar? Gyorsan! Ez az, már kapálom ki a földet. Nincs rajta ma... Nincs rajta a... Nincs rajta ma az ruhám. És ilyen viharba kell itt küzdenem a szörnyekkel. Hát ez őrület. 4 csontom van. Az nem tudom mennyire elég, de... Még egyet szedek. Kaptam vasat! Mi a szar? Azaz! Azt a rohadt, miért kemény vagyok! Jó, visszaértem. Oké, már jön is föl a nap, oké, kezdhetjük a farmolást. Gyerünk. Meghaltam.
Az ez nem. Ne, nincs vizem, honnan szerezek vizet? Csinálom a farm, és nem dob csont, ez a mocsok. Ezt nem hiszem el. Na, ne, és ő neki már ültetve is van, hát mi ez? Nem baj, nem baj, én egy csomó vizét szedtem össze, míg a Krisztián nem figyel. Na, várjál, amit megnézek. Hát, ezt nem hiszem el. Mindegy, felveszem. Máté, nézd csak mi van. Ha-ha-ha. Nézd csak, milyen ügyes vagyok. Aha. Elképesztő. Hé, hey, wow. Mondom, nem lehet átlépni a üzét. Jó, de örül. Na. No, egyet arrébb raktam. Faj. Gyorsan, ültetni kell. 46 izén van, azt a rohadt. Ültetni kell, mint az őrült. Jó, oké. Okay. Nyugalom. Nyugodtan, nyugodtan ott kell. Ott a csont. Ott a csont. Elfogyott az összes csontom, ez az, ú, de jó. El is fogyott a csontod, de béna vagy. Á, ne, egyet nem tudtam beültetni, egyetlen egy izét. Gyorsan. Jó, szereztem két csontot, ez az, én vagyok király, apám. Gyorsan, csontvázölés, csontvázölés. Jaj, de ennek már annyi van ültetve, ezt nem hiszem el. Csont. Uram, atyám, mennyi szön. Ott van kettő, ez az. Kettő csontváz, az legalább vagy 15 darab csontot jelent. Hú, a Superman! Superman Máté! Megjelent! Azt a rohadt! Ne! Nem sebezhetsz! Ne, nem sebezhetsz többet! Ne! Ne, meg fog halni! Haha, béna, meg fog halni! Ne! Most egy csomó időt nyertem, jalla van! Gyorsan eszek egyet, mert elég. Azt tarod, mi a szar, ilyen fervizész töltődött creeper, itt van házunknál, belecsapott a villám, és feltöltődött a creeper. Ujjjjj, vuttyog a Enderman. Nem érdekel az Enderman a cuccaimat, gyorsan vissza kell szereznem, áh! Gyorsan. Oké, kivágtam egy fát. Ó, azt mi a szar ez? Vizé, belecsapott egy csontlóba a villám, és ilyen 850 csontlovas betermett. Jaj, az nagyon durva. És ott megy a kardommal ez a macskos hülye. Fúj. Hát, meghaltam át, ezt nem hiszem el, milyen bele. Na. Essen már valami tölgyfa, hogy szép. Jó, meghaltam megint, mert ez az undarító csontváz megöl. Jó, és jön a 150 ezer csont, bazd. Jó, és elfogyott a nyilvesszőm. Oké, meghaltam. Elveszett az összes cuccom, ami létezett. Nem baj, mert én nyugalom. De a csákányom is ott van, ami Netherite-ból van, úgyhogy jó lenne, ha segítenél. Jó, hol van? A főbejárattól jobbra. Viszont nem a főbejáraton menj ki. Nem a főbejáraton menj ki, mert ott van a 600 csontvázlovas. Ott, jó. Ott van. Ott, arra. És megyek és fölveszem a páncélomat. De nagyon siess, mert 5 perc el fog telni és eltűnik a Netherite csákányom. Hol? Menj egy, oda menjél. Hol, de hova menjek? Hova? Ott direkt mondtam, hogy főbejárattól jobbra, okon el. De jó, főbejárattól jobbra, de hova? Hol van főbejárattól. Akkor tereld el a figyelmét a maboknak. Főbejárattól jobbra annyi minden van, hogy ez nem igaz. A maboknak a figyelmét tereld el. Eltereltem. De nem, mert ott a csontvász körülötte. Jó, megyek. Oda, ott azt a csontvázat öld meg. Ezt hol van a főbejárattól jobbra neked? Ez a főbejárattól jobbra van. Ez azt megöltem. Ú, de ügyes vagyok. Ú, sokkal ügyesebb. Á, és ellopja, nézd meg. Hú, mindjárt én öllek meg. Mit lopok el mocsok. A saját Netherite csákányomat? Milyen saját Netherite? A csontot. Itt jövök neked segíteni, és akkor ellopkod a cuccomat. Zánk már. Visszaszerezted a béna-béna csákányodat? Visszaszereztem a béna-béna csákányomat, de itt van még egy csomó cuccom, és... Ha, és nézd meg, a Máténak egy segítgélnem, ahelyett, hogy csináltam a falat. Jó, mert én szerinted kumára élvezem, hogy itt megdöglök. Hát figyelj, aki béna, az ilyen. Jó, mindegy, hogy kardom. Hol van a cuccom? Ezt nem hiszem el, és nincs izém, és körgetnek, és nincs csirkecombom. Jó, és bandba értem, jó. Hol van a izé? Na hát ez most marhára nem hiányzott. Csicska, nézd meg, és itt megöle. Jó van már, helyezd már be csicska gyén a gyerek, nem igaz csicska már. Csicska gyémánt, nem hát ez játszani. Az, hogy én gyémánt vagy itt vagyok. A nagy profi, és akkor megölnek. Ha, de béna. Na jó van, szereztem 4 csontot, ez egy nagy áldozat árán. De ez az, egy csonttal jössz nekem, legalább. Miért megmentettelek? Jó, jövök neked egy csonttal.
Nem, egy csontporral. Három csontporral Három csontporral Most és azonnal. Lehetem, a legeffektív módja annak, hogy termesszük a izét, az az, hogy mindig csak egy csontport rakunk rá. Igen, én meg rájöttem, hogy a legeffektív módja az, hogy termesszük, az, hogy nem halunk meg, és nem kérjük a testvérünk segítségét mindenhez. Biztos vagy te abban, hogy nem ez a legeffektív módja? Hé, fát nem ültethet. Nagy nem. Miért ültethet? Azt mondtad, hogy szép is lehet. Hát a fa az nem szép. De a fa az legszemtelen. Ne, hova tűnt a izém? Nincs nálad cuccom. Mert a krumpli, a krumplim eltűnt. Nem a csontot. A krumplim eltűnt. A csontlas nem a csontot. Nem hiszem, de fél szívem van, másfél szívem van, és... Hát, egyé. Béna. De nincs nálam a krumplim, mert elvetted. Mert odaszaladtál, hát, és felvettél egy csomó cuccomat. Hát fogod, és izész. Miért volt nálad krumpli, hazug? Nincs volt már 64 magad. Sült krumpli, te hülye. Na jaj, végre. Jaj. Szerinted a izé nem ad, hogy hívják ott? A csontló az nem a csontló, szerintem. Megölök egyet, hát, és meg. Öld meg, és kipróbáljuk. Nem adott. Mert megpróbálom másikat. Nem adott. Mit csinálsz te itt? Te jaj, Krisztián, én nem értem meg téged, de komolyan mondom. Hát ez nem igaz. Megöltem az összeset, és egyik se adott, de mégis adott. Haha, egy csomót adott. Mindegyik adott, egy kivételével mindegyik adott. Haha. Csontot. De ezt most nem mondod, hogy ez ilyen undorító lesz, ezt itt megnyomom. És persze, és ellopja, miközben én. 15 csontom van! Miközben én termeltem meg. 15 csontpar! Juhu! Ja, olyan kevés. Aha. Mi? Te vagy a kevés. Ne, rosszul csináltam, hőrült vagyok. Mennyi időnk van még? Mennyi időnk van még? 10 percünk. Nem lesz ez kevés az idő kicsit. Dehogy lesz. Mivel én tapasztalt hihetetlen ember vagyok, ezért... Hát tényleg elég hihetetlen egy ember. Mivel én tapasztalt menő ember vagyok, akkor inkább így fogalmaznék, ezért én másféle dolgokat is fogok termelni, nem csak a búzát, barátom. Én is fogok másféle dolgokat termelni, nem csak búzát, de... Igen. Biztos vagy te abban, hogy ilyen jó dolgokat fogsz termelni minden? Mi legyen itt? Mi legyen itt? Na mindegy, itt lesz azért. Igen, itt lesz egy dupla út. Igen, itt lesz egy dupla út. És itt lesz egy kis... Nem tudom, itt, itt is lesz egy út. És itt lesz majd a azért... Pontosan. Hatalmas sebességgel föl kell menni, mert a Krisztián ellopta a krumplimat. Köszönöm szépen, kedves Krisztián. Semmi krumpli ellopás nem történt. De történt. Remélem ez a feltöltődött creeper, ez nem nincsen itt, mert... Azt tudod, mekkorát robban? Ez legalább akkorát robban, mint hogyha megfognál három creepert, és felrobbantanád egy TNT-vel. Akkorát robban. Jaj, Krisztián, most a húsamból kell itt ezt pazarolnom azért, mert ellopod a krumplimat. Nézzünk, nézzünk csak a kristálytájában, nincs valami étele. Nem, meg kivettem az összeset, na. Igen, te kis macskos. Ott a csont! És akkor... Csont. Gyerünk még a... Ej, hol a pajzsom? És fenn voltam, és nem hoztam le az armoromat már megint, én ezt nem hiszem el. Az AR marad a demena. Húzány nem béna, farm ruha nem kell lesz nekem. Végre felvehetem a páncélomat, ami engem illet. Na, mehetünk. Na, Krisztián, hogy állsz, hogy állsz? Bénán? Haha, ki gondolta volna? Nem, elég jól állok. Ja, ott van, ki jó. Eldobtam a fák, elmesszem, hogy olyan. Na, de béna. Ott van két csontvázis. Két csontvázzal kell megküzdenem egyszerre. Hújjá! Az egyik el is van intézve. A másik pedig ott van benne a fa árnyékában. Hogy ne vegyem észre, de nem tudja, hogy én olyan látó eszközökkel rendelkezek, hogy simán meglátom, és meg is alöm. Á, ilyen enchantos felszereléssel rendelkező csontváz. Milyen lopásról beszélünk, uraim? Megölnek? Ezt nem hiszem el. Nem ilyen érzés, mi?
Na, milyen érzés? Olyan érzés, hogy elütögetted előlem a csontvázakat, és nekem meg be kellett rohannom a nagy tömegbe. Olyan érzés, te én a csicska. Á, mi a szar, láthatatlan csontvázos, pók. Á, segítsek összeszedni, te is segítettél nekem, barátom. Nem kell. Összeszedted már? Nem tudom, hogy hol van. Asztalat mennyi mob, segítek, te is segítettél nekem. Hősies, hősies tettedet. De nem kell segíteni, csak tudjam, hogy hol, ja, megvan. Gyertek, köcsögök! Anyádat. Á! Jó, gyere, gyere, gyere! Gyertek, szemétládák! Na mi van? Gyertek, engem kövessetek! Itt nincs vagyok! Nincs meg az íjam! Nincs meg az íjam! Nem találom. Nincs íjam. Meghaltam. Á! Megtámadtak, körülvettek! Fuss, Krisztián! Haltok, látsztarolt! Mi a szar vett le ennyit? Gyémánt kardja van? Mi a szar? Gyémánt kardos izé. Hát az én kardom. Az én kardom van nálam. De nem, menj be gyorsan! Megvan mindened? Nincs meg. Csákányod? Csákányod megvan? Valami levett 100 000 életet. Ja, fuzon kis minizombi falusi. Sentinel Mastery! Sentinel 2. Az összes cuccom elveszett. Aha. Mindenem elveszett. Ezt nem hiszem el. Gyere gyorsan! Volt neked gyémánt csákányod? Volt. Akkor gyorsan ezt megszerezem. Nincs már ott. Fölrobbantotta a Creeper. Ennyi volt gyémán csákányom. Efficiency 3-as. De nem robbanthatta fel a Creeper? De, mert ott voltak eldobva a cuccaim, és fölrobbant a Creeper a cuccaim közepén. Ja, hát akkor ne csodálkozz. Hát, nem csodálkozom. Nem, semmi baj, Krisztián. Majd szerzünk neked a izéből. Ennek a farmnak a bevételéből. Krisztián, 30 másodpercünk van. Gyorsan, gyorsan! Gyorsan, az enyém az jobb, enyém, én farmom jobb. Gyorsan, majd a izé után learatjuk. Csak termelj, 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 és utána learatjuk a izé után. Jó. 10 másodperc. 9. 8. 7. Jó, én végeztem. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Na, nézzünk ránézésre milyen. Jó, nézzük ránézésre milyen. Az összes izémet elveszítettem, mert felrobbantott a Creeper a magamat, meg a búzámat, meg mindent. Ezt nem hiszem el! Amúgy nézzük ránézésre milyen. Ja, az enyém az mondjuk rendezett például, meg faszán ki van csinálva, hogy jó meg van csinálva, hogy jól legyen. A tiéd meg egy ilyen büdös szar. Ránézésre én például ezt látom. Igen. Én meg tudom, mit látok. Meghaltál, mert Béla vagy. Igen, te is meghaltál, és én segítettem neked túlélni. Hát én is mondtam, hogy segítettél. Nem segítettél nekem túlélni, mert megöltek úgy. Persze. Úgyhogy olyan Béla vagy. Láthatatlan pókölt meg, te. Segíteni se túl. Még segíteni se tudtál rendesen, hogy ne halljak még egyszer. Jó, srácok, tudjátok mit? Nézzétek meg a özébe, hogy szerintetek. Vagyis, hogy írjátok le. Vagy szavazás van? Nincs van? Szavazás, már eltűnt, elveszett. Ja, már nem lett szavazást. Nem lett szavazást. Aztán mondod, hol van ez a YouTube? Hol van YouTube? Harcoljunk egyet! Hey, úgyhogy srácok, tényleg nem lehet szavazást indítani mostantól így a videón. Tudjátok, amikor így feljött itt a... itt feljött a kis üzenet, hogy szavazatok, azt most már nem lehet valamiért. A YouTube úgy döntött, hogy... Azt mostantól nem lehet. Úgyhogy mostantól nem lehet. Na, de se baj. Írjátok le kommentben, hogy ki győzött a mai részben. Egyértem, hogy Srácok, szavazzatok a Krisztiánra, jó? Olyan aranyos volt, hogy jött nekem segíteni, amikor meghaltam. És nézzétek meg, hogy milyen kis szerencsétlen, hogy elveszett az összes cucca, meg minden. Szavazzatok a Krisztiánra a kommentbe, jó? Mindenki írja azt a kommentben, hogy Krisztián nyert! Krisztiánnak sokkal jobb volt a farma, jó? Jaj, na menjünk! Ó, mennyi mindent szereztem, barátocskám, fiacskám. Krisz! Mi az? Sentinel Tamás. Akar mondani nekünk valamit? Mi a Sentinel?
Ja, hogy csináljuk meg a lombot a házhoz? Hát, igazad van. Nem, nem azt akartam mondani. Én úgy hallottam, hogy segítség! Be vagyok zárva. Ja, nem, szerintem azt mondta, hogy csináljuk meg a lombot a házhoz. Nem, azt mondta, segítség, be vagyok Máté, zárva. Gyógyítsatok Máté. Meg! Ezt mondja! Máté. Ezt mondta nekem! Jaj, akkor menjünk, gyorsan csináljuk meg a lombot! Juhu!